Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt a videót a L'Oréal múlt hétvégén megszületett nyilatkozata ihlette. Hát azért most kedden, mert én abszolút nem követem ennek a cégnek a termékeit. Legutóbb kozmetikai termékkel úgy találkoztam, hogy az egyik plázában könyvért bementem, és ott két lány elkezdett engem megtámadni és ostromolni, hogy érdekele, hogy mennyire zsíros a bőröm. És akkor azt mondtam, hogy nem. Erre azt mondták, hogy nagy baj, mert majd 10 év múlva meg fogom látni a bőrömet, és ők tudnak ajánlani nekem egy terméket, amivel biztos, hogy megfiatalodik a bőröm. És mondtam nekik, hogy tudják-e, hogy ezek a termékek többnyire teveürülékből vannak. Nem pont az ürülék kifejezést használtam, ami egyébként nem így van. Tehát biztos, hogy van olyan, ami nem teveürülékből van. De látták, hogy nem vagyok partner, legalábbis üzleti partner. A korom miatt pedig már egyéb partner se lehetek. Úgyhogy gyakorlatilag magamra hagytak, és én tudtam bemenni a könyvesboltba, és tudtam két könyvet venni. Úgyhogy így találkozom én általában ezekkel a termékekkel. A L'Oréalt egyáltalán nem ismerem, biztos, hogy nagyon jó, de azt nyilatkozták, hogy csatlakozva a Black Lives Matter mozgalomhoz, ugye most már a termékeikre nem fogják használni azokat a kifejezéseket, hogy fehér-fehérítő, nem fogják használni a világosat, tehát semmi olyat nem használnak, ami bármilyen módon diszkriminálja az afroamerikai embereket. Azt gondolom, hogy a L'Oréal jó irányba halad, remélem senki nem veszi komolyan a szavaimat, ez az egész egy mély irónia, tehát jó irányba halad, de mélyebbre kell ásni. Nem elég a felnőtteknél a nyelvet kijavítani, hanem a gyerekverseken kell kezdeni, mert hogyha a gyerek rossz közegben tanul, horribile dictu, ilyen rasszista, meg nacionalista, meg soviniszta dolgokat, meg egyéb dolgokat tanul, hát akkor mi lesz ő belőle? Ugye ez egy nagyon fontos dolog, nem a globális világ polgár lesz, hanem ne adj Isten hazafi. Ugye hát ez borzasztó. Tehát meg kell reformálni az irodalmi műveket. Na most mivel hát tudom, hogy a YouTube-on az embereknek nem túl sok ideje van, nagyjából 5 perc után már vakaróznak, 10 perc után elkapcsolnak, ezért arra gondoltam, hogy nagyon röviden egy példát szeretnék hozni, és ez a példa olyan erős lesz, hogy maga Lukács György ugye is forogni fog a sírjába. Képzeljétek el, pár hónappal ezelőtt egy Facebook ismerősöm azzal dicsekedett, hogy az ő apjának, azt hiszem, vagy nagyapjának a Lukács György mellett lett volna tanszéke, és ezt ilyen csillogó szemmel mondta. Na most hát ez, erre azért már nem kéne túl büszkének lenni, de mindegy, a lényeg nem is ez, hanem az, hogy ő volt utoljára az az ember, meg az ő közvetlen környezete, akik embereket, szövegeket teljes mértékben likvidálni kívántak az irodalomból, úgyhogy ő is örülni fog ennek a példámnak, aminek a szellemében az új hatást szeretném behozni ugye az emberek közé, és megtanítani az embereket arra, hogy a gyerekek már másképp gondolkodjanak. No, meg is szólalt ugye az első like, pedig még nem is élő a videón. No, mi a példám? Mindannyian ismerjük, híres gyerekvers, boci, boci, tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Ugye ezt mindannyian ismerjük, tele van tömény rasszizmussal, mindenféle kisebbségnek, hátrányos helyzetű csoportoknak a diszkriminációjával, mindenféle anyagi fölény fitoktatással. Tehát ezt a verset úgy, ahogy van, ki kell törölni ugye az irodalmi emlékezetből. Itt megint szeretnék a figyelmet fejlődni arra, hogy nem beszélek komolyan, tehát nehogy valaki komolyan vegye a szavaimat. No, tehát visszatérve erre a sínre, ki kell törölni az irodalmi emlékezetből, hiszen nézzük is, hogy miről van szó benne. Boci. Kezdjük mindjárt az első szóval. Mi az, hogy boci? Vajon ez a borjú adott engedélyt arra, hogy őt becézzék? Hát nyilvánvalóan nem adott rá. Tehát hogy is képzeljük azt, hogy lebocizzuk nagy nyilvánosságban? Infantilizáljuk gyakorlatilag ezt a borjút, úgyhogy innentől kezdve én azt javaslom, hogy borjú-borjú tarka legyen az első két szava ennek az éneknek, de már a tarka se jó, tehát itt is azért el kell gondolkodni. Hány másfajta boci is van, ugye? Van fekete boci, fehér boci,
sőt ennek az új szellemnek a jegyébe biztos van vörös boci is, meg mindenféle szivárvány színű boci. Tehát hogyan is gondoljuk azt, hogy kiemeljük a tarkát, és azt tulajdonképpen részegész alapú metonímiával az egész jellemzőjévé tesszük. No hát ez nagyon helytelen, úgyhogy én mindjárt azt is javaslom, hogy azt énekeljük, hogy borjú, borjú, sokféle. Ugye? Tehát nem azt, hogy boci-boci tarka, az egy csúnya, diszkriminatív dolog, borjú-borjú sokféles. Ezt kéne belerakni a gyerekek tankönyveibe, ugye mennyivel jobb lenne, ritmikailag is, minden szempontból. Menjünk tovább. Ne álljon le a purista seprű, ugye? Se füle, se farka. Na hát ez micsoda aljas diszkrimináció. Tehet arról szegény borjú, hogy esetleg születési hibával született, vagy horribile dikta egy baleset érte? Nincs füle és farka neki? Vagy valami genetikai probléma? Ugye? Erről ő nem tehet. Nem tehet. Úgyhogy valamit itt meg kell ezzel javítani, és a borjú-borjú sokféle után én inkább azt javaslom, hogy azzal folytassuk, hogy kinek van farka, kinek nincsen. Vagy talán még jobb lenne az, hogy mindenki másban erős. Ugye? Tehát mindenki másban erős. Ezzel folytassuk. Tehát hol tartunk eddig? Borjú-borjú sokféle, mindenki másban erős. Ugye ez legyen az első két sor, ez szerintem teljesen mentes a diszkriminációtól, és ha a gyermek ezt megtanulja, akkor sokkal nyitottabb lesz a világra, és sokkal boldogabb felnőtt lesz. Ne álljunk meg ezen a ponton, mert ugye az ének tartalmaz még két nagyon fontos részt. Ugye eredetileg ez ugye úgy hangzik, hogy oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Hát először is. Hol vannak ebből a halmazból a vegánok és a vegetáriánusok? Mi az, hogy engem az a cél vezet, hogy egy szarvasmarha által kieresztett folyadék, az ugye nekem meghatározza, hogy hova menjek lakni. Hát micsoda szégyen teljes dolog ez. Nyilvánvalóan ez egy tarthatatlan helyzet. Ráadásul eleve mutatja az embernek ezt az anyagias, meg ösztönök által irányított létét, hogy oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Hát ne oda megyünk, ahol tejet lehet kapni, menjünk oda, ahol kényelmesen élünk, menjünk oda, ahol esetleg jó a levegő, természetben kirándulhatunk. Tehát igazából így kellene módosítani ezt a sort valahogy, hogy mindenki oda megy lakni, ahová szeretne, vagy amire pénze van. Ugye? Tehát hogy lenne ez az egész vers most már így összefoglalva a purista lendületem után? Ugye borjú-borjú sokféle, mindenki másban erős. Oda menjünk lakni, ahová szeretnénk, s van rá pénzünk. Én ezt javaslom, hogy a boci-boci tarkát váltsuk le ezzel, tanítsuk meg a gyerekeinknek, és valóban megértik, hogy ez a modern társadalom mennyire fontos, mennyire mentesnek kell lennünk az árnyától is mindenféle diszkriminációnak, és ennek a tisztaságnak a jegyében a föld népei összeölelkeznek, megszűnik a háborúzás, mindenki békében lesz egymással, és a normalitás mezején és a normalitás városaiban nagyon fogunk körülni egymásnak. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és ha van rá igény, még folytatom is a sorozatot.